Tamási Várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából a Tamási Művelődési Központ képzőművészeti és rövid próza írópályázatot hirdetett meg gyermekeknek és a fiataloknak az Én Városom címmel. Pályázat témája volt, hogy az alkotásokban megjeleníthették városuk épített és természeti értékeit, kulturális történelmi emlékhelyeit, eseményeit, helyszíneket, történéseket, bármely olyan élményt, amely a fiatalok számára az otthont, Tamásit jelenti és jelképezi. Pályázók köre a Tamási városban élő általános és középiskolás diákok voltak. Rajz pályázatnál a méret A per 4 vagy A per 3 rajzlapon és zsírkréta, ceruza, tus, víz, akril, olajfesték, tempera, pasztelkréta, kollázs lehetett. A rajzpályázat nyertesei 2. és 3. osztályban első helyezett lett Kaszterszky Izabella, Vürcáldám általános iskolából, a 4. osztályban első helyezett lett Belina Emma, szintén Vürcáldám általános iskolából, 5. osztályból első helyezett Fiola Loretta, Vürcáldám általános iskola, 6. osztályból első helyezett Tóth Flóra Anna, Vürcáldám általános iskolából, 7. osztályból első helyezett lett Kovács Veronika, katolikus általános iskolából. Rövid próza írópályázatnál érdekes, izgalmas, humoros írásokat vártak, amiben a diákok megfogalmazták, miért fontos nekik, hogy ebben a városban élnek, milyen élményekkel gazdagodtak a településen. Elnyert helyezések, első helyezett Pintér Lili, Vályi Péter szakképzőiskola tanulója, és szintén első helyezett lett Kurdi Csanád, Béri Balog Ádám katolikus gimnázium tanulója. A nyerteseknek gratulálunk, az elkészült műveket kiállították a Művelődési Központ folyosó galériájában. 2024.01.13-tól 02.10-ig látogathatják a nyitvatartási időben.